Na, szárvusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódunk főszereplője ismét az az AC4-es, és mint mondta, az azelőtt való videóban megmutatom a vezérlést, mivel történt ezzel olyan probléma, hogy idehozták a láncot cseréltek, nem tudták többet beindítani, és szelepállítást, hogy állítsák a szelepet. Megmutattam azt, hogy milyen szelepállítást, de mutatom még egyszer, mivel ezzel is volt kérdés. És nagyjából ennyi. Moderról közkedvelt, nekem kedvencem volt, szerettem erősen geometriája futóművel, erősen szerettem. Még nem hardozódott, hanem inkább turak, ilyen erdei turak, ezt azt meg lehetett vele próbálni. Szerettem erősen. 600-asom is volt, 620-asom is, 400-asom is, több modell volt belőle. Szerettem erősen, jó robusztus, mechanikuson nem nagyon volt baj velük, a hajtókart is már egy párra cseréltem, sőt, még ennyivébe is cseréltem, vettem volt egyet, úgyhogy nem indult be. Az volt a probléma, nem indult be, apró pénz volt, megvásároltam, de azért nem indult volt be, mivel ette az olajat, olaj nélkül maradt, és megsült a motor, nem is megsült, már dugó az nem ragadt bele, hanem a hajtókarral volt a probléma. Én azt hiszem, hogy leggyengébb pontja maga az elektronika, maga a mágneskerék, meg a motorvezérlés egyéb gond nem nagyon volt van. Ha oda figyeltél rá, egy évben legalább egyszer olajat cseréltél, légszűrőt cseréltél, mentek, sokat elmentek. Van egy olyan különös, ilyen elég hosszú lekete van, nagy a furat, van egy olyan tipikus, mint a kicsi traktor, de minden hegyen, völgyen, mindenütt ment, nem volt. Mondom, én erősen szerettem ezeket a típusokat, még mai napig is szeretem, szívesen is dolgozok rajta, már amelyik jobbacska már rengeteg megbordgálnóval, megbordgálnóval, mivel ezeknek is már eltelt az idő, úgyhogy aki akar ilyet vásárolni, a jó állapotban talál, nyugodt lelkismerettel megveheti, mert elég jó, megbízható motor. Nos, srácok, akkor most megmutatom nektek a vezérlést. Azt mondja, hogy lássátok, kicserélődött, ebbe is új lánctevődött. Ez úgy kezdődik, hogy hol pontra állítsuk, ezeknek 99%-ánál. Így van a száraz, amelyiken szárazon megy a gyújtás, ennél olajban van a holdpont, felcsavarod a holdpontra, van amelyiknek fedőt le kell venni, van amelyiknek kukucskáló van rajta, egy olyan dugócska van rajta, hanem a blokkon is van olyan is, hogy legtöbben a kukucskáló B volt ragasztva a régi modelleknél, akkor levetted a fedőt, és maga a blokkon is mágneskerék, mert a blokkon be van jelölve. Ennek így az ablakocskán látszik, lássátok ott felül halványom, mivel nem annyira tetszik az üveg, látszik ott a pontja. Az nagyjából a blokknak, ezen a típuson a blokknak itt van egy ilyen öntése, azzal kell kusson, lássátok itt az öntés, az, ha le van véve maga a fedő, akkor is egyszerű, mert ott van a jelzés, holdpontra csavarodik, és jön a bütykös betevése. Azzal szoktak tévedni, hogy ezt a pontot nézik, ezért nem ezt kell nézni, hanem itt a lánc alatt nem látszik, én bejelöltem nektek, itt a fogaskeréken van a pont, de mivel a lánctól nem látszik a lánc alatt van, ha arra feszítem, talán látszik, igen. Azt kell fusson tökéletesen a blokkal, túlsó felén a szemvége, megnézitek, pont a blokkal kell
blokkal kell találni. Ez azért van, ez a pontocska, ha leassátok, a bütykösen is van egy jelzés, azzal kell találni. Arra kell figyelni, mert ez különböző pozíciókban is, nem olyan a bütykös, hogy csak egy pozícióba menj bele, hanem több pozícióba be tud menni, azért van ott az a jelzés, hogy azzal kell futtatni. Találkoztam már olyannal, hogy mondták, hogy ezt egy függőlegesen kell tenni, nem, egy picit az a jelzés, ez nem határoz, mondom, csak a bütykösnek az egy picit elébb van, nem kell függőlegesen, hanem ezt a jel kell a fogaskeréken. Én berajzoltam, hogy látszódjon, de azt a jelzést kell tartani, az kell fusson a maga a blokkszínével tökéletesen. Az a helyzet, hogy rengeteg kérdés van maga a vezérléssel, a jelek azok tökéletesen kell fussanak. Azt ott kell tudni, hogy a gyújtás sok több fokot elmegy, ha ilyen, még olyan is mondnak, fél centivel, akárhogy lövik, hogy egy fél centivel, hogy mondják, hogy egy foggal el van menve a vezérlés, hogy nem tudják tenni, mert örökké van egy fél fok különbség, az kiméritek a fokokba, az rengeteget elmegy a gyújtás, és a motor nem mér tökéletes paramétereket. Lánc ellenőrzése, ennek csak úgy megy, hát tudsz a spanolóból igazodni, van a spanolós technika, azt ott még mutattam, lássátok, így kiveszitek a spanolót, ebben benne van, nem vettem ki, kiengeditek, és megnézitek, hogy mennyit tudna még feszíteni. Lássátok, ez ennyit megy be, úgyhogy még ennyit tud feszíteni az a izé. Én azt szoktam mondani, mikor ez fél centi alatt van ez a rés, akkor már nyúlott, érdemes cserélni a láncot. Úgyhogy mikor teszitek be, nába itt tegyétek be, hanem ezt a csavart ki kell venni, hogy a spanolót engedjétek vissza. Én most nem jöttem el odáig, nem engedtem vissza, de mikor tevődik be, akkor visszacsapva, maga a lánc feszítő visszacsapva kell vissza engedve, hogy ebbe a pozícióba kell kitenni, utána teszed be a feszítőrgót. Na, ennyit a vezérlés, nagyon jó robusztus motrok, én szerettem. A láncot ellenőrzéskor, mikor nézitek, hogy nyúlott-e, megfogod a fogaskeréken, fejle próbálod húzni, lássátok a fogaskerék, a láncnak a fogaskerékhez képest nincsen játék, a lássátok emelén fel, és a bütykössel mindenütt emelkedik, a lánc nem lóg rajta, nem. Így oldaltok mozog, mivel nem olyan vastag, de fejes le, lássátok, emeli a fogaskereket, úgyhogy ilyen kell legyen. Szelepállítás, rajta van a hengerfáj. Amit kell a szelepállításhoz csináljátok, leveszitek a szelepfedeleket, lássátok, ezt nem kell lapkázni, nem kell ilyesmi, hanem ilyen állítócsavarokkal. Van egy állítócsavar, annak van egy kontra anya rajta, anyát meglazított, beállítod a szelephézagot, ha jól emlékszek, ennél 10-15 között van mind a kettő, úgyhogy inkább én a szivót a picivel szükebbre szoktam, van 12 körülre, és a kipufogó 15-re, de azt hiszem ennek úgy adja meg egyformát a szivónál is kipufogónál. Szivónál picivel kisebbre, már csak a hang miatt nem annyira zajos, picivel kisebbre szoktam állítani, mivel azokat a szelepeket nem távolnak annyit, mivel örökké az üzemanyag keverék hűti, mikor szívbe hidegebben mennek a szivószelepek, mind a kipufogók, általában azért is ad meg a kipufogónál nagyobbat, már nagyobb hőn megy, nagyobbat távol. Nagyjából ennyi az LC4-ekről. Még ami volt, amivel találkoztam, maga a vízpumpa. A vízpumpa ilyen késő vízpumpája van itt, maga a vezérlés harcsa, meg a bütykös tengelyére. Itt a csavarba csatlakozik, a csavaron van egy válás, amivel fogatódik a fogaskerékhez harcsa, de az is nem mondanám gyenge pontjának, inkább a kórból adódóan elhasználódnak. Szimmeringek,
tengelyeken ez az ár használódik, és nagyjából ezek a gondok vele. Jó kis robusztus motorok, mondom, én szerettem erősen, erős, a geometriáját szerettem, ahogy ment, maga a motor karakterisztika is jó, de megvan az a tipikus vibrálása, aki szereti az egyhengeres motor, én kimondottan szeretem, az meg tudja szokni. Na srácok, nagyjából ennyi volt ez a videó, és majd találkozunk egy másikban. Szerintem.